utálok. Kelljen fel már, na! A bíró úr parancsára közhírét étedik, hogy mindenki megtudja. Milyen Jóska, azt már nem tudom. Ez úgy hívik, hogy az éjszaka 99-et tojott. Próbára tettem egy tojással, és estére 99 lett belőle, amit ki is gyöjtöttem. Na látjátok, ilyen a plektra. Az örökves oda esett a középső leánt a lába elé. Na neki se kellett több. A legénynek a lábai földbe gyökerez. Na a legkisebb leánka se bírta sokáig. Megszólalok. Én nem tudtam, de mit, hogy én megyek pérhez. Apuka húzta! Húzták, húzták! Ráncigálták, jót rántottak rajta! Azt hiszem, hogy két nagyon érdekes filmbejátszás volt. Az első egy izzasztó kunyhó építése volt, ahol az indián tanítómester vezette a szertartást. A második pedig hát az ember fülének édes, gyöngyöző gyermekkacaj és egy gyermekelőadás. Ahogy ígértem, a Karaván Színház kulissza titkait szeretnénk megismerni. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Nyári Oszkár színművészt, aki egyben ennek a Karaván Színháznak a vezetője is, és hát nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni. Most egy gyerekelőadást láttunk, de azért én azt hiszem, hogy ez a Karaván Színház, ez egy nagyon széles spektrumú, gazdag profilú színház, és még valamivel több is. Hát igen, alapjában véve színház, ami társulatunk az 10 éve folyamatosan játszik előadásokat itt, főként Budapesten, de valójában egy színészképző stúdió is, aminek a hátterében egy alapítvány van, ezt az alapítványt 12 éve hoztuk létre, kifejezetten azért, hogy olyan fiatalok, hátrányos helyzetű fiatalok, roma fiatalok, akik nem tudnak megfizetni egy színészképző stúdiót vagy tanodát, őket egy színházban, tehát lehetőleg professzionális körülmények között, hivatásos a színházban dolgozó és a színházban tevékenykedő szakemberek képezzék őket, a képességeiknek a fejlődését elősegítsék, és természetesen mindezt a színház eszközein keresztül. Így aztán 2 év után lett egy előadás, ami egy vizsgaelőadás volt a Pince Színházban, akkor Piccolo Színháznak hívták éppen, ma újra Pince Színház. Ott mutattuk be ezt a vizsgaelőadást, és ennek következtében aztán 8 évig játszottuk ezt az előadást. Minden egér szereti a sajtot, az volt a címe, és arról szólt, hogy szürke és fehér egerek egy sajtkészítő műhelybe költöznek be, és hát ugye a bőség zavara mellett mégiscsak zavarja őket, az, hogy a másik, hogy így van, hogy a másik az szürke, micsoda különbség, és hogy állhat szóba, és ez egy klasszikus Rómeó és Júlia történet, egérbőrbe bújtatva. Úgyhogy sokat számított ott a bőrszín, és végül is van két nagyon fontos dolog volt, ugye az egyik, az egyik szlogenje ennek, hogy minden egér szereti a sajtot, ami az előadás cím, a másik pedig, hogy a macskától mindegyik fél. Mi azt írtuk rá annak idén a szórólapra egy Goethe idézetet, hogy lehet, hogy nem pontosan idézem, és elnézést kérek ezért a kedves közönségtől, nézőközönségtől, tévénézőktől, hogy ha az ember az egyik szemével a sötétbe néz, akkor a világosságot kívánja. Amikor pedig a fénybe néz, akkor szeretné egy kicsit látni a sötétséget. Hát valami ilyesmiről szól a Karaván Művészeti Alapítvány missziója, és minden előadásunk,
ebben az esetben a Panyamesék című interaktív gyerekelőadás, az arról szól, hogy szintén fiatalok, fiatal művészek, amatőrök, profik, roma, nem roma, hátrányos helyzetből jövő, vagy éppen nem onnan jövő emberek együtt játszanak, és a óvodákba, illetve művelődési házakba létrehoznak egy produkciót, és találkoznak a közönséggel. És ezek a gyerekek, akik ezt nézik, ahogy a bejátszásban is lehetett hallani, felhőtlenül kacagnak és jól érzik magukat, és teljesen mindegy a számukra, hogy ezek az emberek kik, hogyha éppen a lelküket, a szívüket és a tehetségüket ilyen formán meg tudják mutatni nekik. Emlékeznek, azt mondtam, hogy ennek a színháznak küldetése van. Hát így már is mindjárt érthető, de hát azért ez nem egy könnyű feladat, hiszen bánni kell tudni a gyerekekkel, a fiatalokkal, az amatőrökkel, a színházhoz még nem értőkkel. Talán az is egy feladat, hogy a színházban járást, a színházban való viselkedést is tanítsák? Így van. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amiről most ami itt szóba került. Ugyanis én úgy látom per pillanat, hogy nem ugyanaz történik ma, tehát nem ugyanarra van szükség, mint például, amikor én a színházi pályát elkezdtem, 17 évvel ezelőtt szerződtem a Kaposvári Csiky Gergely Színházba, és rögtön ugye egy gyerekelőadással kezdtem. Láttam, hogy mennyire rengeteg bérletünk volt, rengetegen jöttek a színházba, ma egészen máshogy van. Ma muszáj becsábítani a közönséget a színházba. Folyamatosan azt a lehetőséget megadni neki, hogy tudjon arról, hogy milyen nagyszerű előadások folynak a színházakba, érezze magát közel a színházhoz, és tudja meg, és tapasztalja meg ezt a csodát, és azt a katartikumot élhesse át, amit egyedül a színház tud adni. Ami interaktív, ami visszajelzést ad. Mi úgy hívjuk ezt, nyugaton ez működik, ez a Next Generation missziója, hogy amikor eljönnek hozzánk a gyerekek megnézni egy előadást, itt az Arany János utca 10-ről beszélünk, ugye 28-án délelőtt 10 óra 30 perckor játsszuk majd a Banyameséket, és eljönnek a gyerekek, akkor az előadás után feljöhetnek a színpadra, megfoghatják, ugye közben is van interakció, de megfoghatják a bábokat, kipróbálhatják, fényképezhetünk közösen, beszélgethetnek a színészekkel, tényleg kipróbálhatnak egy-egy jelenetet akár, vagy kipróbálhatnak egy pillanatot, hogy milyen az, amikor ő nevetett, ami neki tetszett. De nagyon fontos, hogy kölcsönhatásba lépjen a színházzal is, ne egy hideg helyre bejön, lemegy egy műsor, és aztán már megyünk is. Nem erről van szó. Itt kifejezetten arról van szó, hogy gondolatokat adjunk át, és ehhez az érintésnek, a közvetlen kapcsolatnak, a dialógusnak iszonyatosan fontos szerepe van. Nem csak a darab létrehozásakor, amikor ugye replikák, provokációk, szituációk kialakításába törekszünk arra, hogy nagyon élő és nagyon kisugárzó legyen a dolog, hanem ott abban a pillanatban annyira élő legyen, hogy valóban kontaktusba kerüljön a színész és a néző közönsége. És hogyha ezt meg tudjuk csinálni, akkor úgy gondolom, hogy a következő generációtnak föl tudjuk kínálni azt, hogy valóban a kulturális életét olyan gazdagon tudja élni, amiben a színház tökéletesen beleillik. Vagyis ez egy kettős beavatás, egyrészt a játszó vagy játszani akaró fiataloknak, főleg azoknak, akiknek esetleg erre tényleg nem lenne másképpen módjuk, másrészt az a kicsi nézőközönség, aki itt lép be először ebbe a csodavilágba, amitől aztán persze nehéz elválni, úgyhogy sokan gondolom nem is válnak el. Ez azt jelenti, hogy csak piciknek játszanak, vagy a repertoáron másfajta színdarabok is vannak? Természetesen színházként igyekszünk mindenféle területen és műfajban megmutatkozni. Ahhoz szükséges az, hogy a színház készítsen olyan előadásokat is, ami kísérleti előadás. Mivel hogy missziót csinálunk, ezért van kísérleti előadásunk, van másfajta gyerekelőadásunk, ami nem ez a pici kis babaszoba vagy kis dobozban csinálunk egy csodát, hanem valóban a klasszikus értelemben vett nagyszínházi gyerekelőadás, ami nem bábokkal, hanem valóban jelmezekben történik. Ez a Mese a tűzpiros virágról című mese, ami
ami tulajdonképpen eredeti meséje, ez egy orosz népmese, és ez az eredeti meséje a Szépség és a szörnyeteknek. Erről még fogunk beszélni, igen. De akkor most ez azt jelenti, hogy a rendezés is másképp kell, hogy történjen ebben a színházban? Tehát ami egyrészt a darab kitalálása, utána egy egész másfajta rendezés, hiszen ez nem olyan, hogy na bejön a rendező, és azt mondja, hogy már pedig ez lesz. Mert abból nem születik élőadás. Hát nem, de azért az embernek 17 év kaposvári színházi múlttal van tapasztalata. Tóth Géza rendezte ezt a két előadást. Én a Show folytatódik című interaktív előadásunkat rendeztem. Tényleg mindenféle előadásokat játszunk, tehát vígjátékot is játszunk felnőtteknek, kísérleti előadást is, ugye van ez a két gyerekelőadásunk. Most pedig egy beavató színházi előadást a Csongor és Tündéből, szintén Tóth Géza színész kollégám rendezi. Hát persze, hogy másként történik, de ugyanakkor mégis a vezérgondolatok ugyanazok. Tehát ugye ez a mese, ez a mese a tűzpiros virágról például arról szól, hogy meg kell látni a szépségben, vagy a szépségnek a szörnyetekben a szépet, a belső szépségét, a lelkét. Ez nagyon fontos. A Mindenegér szereti a sajtot, ugye szintén erről szólt, hogy nem az számít, hogy ki szürke, ki fehér, hanem arról, hogy két ember, hogy milyen módon kerülhet közel egymáshoz, hogy gyógyítják egymás lelkét, vagy éppen egymás pupillájában, szemetükrében, hogy láthatja meg önmagát. És ez nagyon-nagyon fontos. Mindegyik előadásunkban benne van az valamilyen módon. Tehát bármelyiket említem, akkor ez a vezérfonal. És ez egy olyan fontos dolog, hogy akikkel így együtt dolgozunk, színészekkel, akármilyen színházi szakemberekkel, nagyon könnyű együtt dolgozni, mert ez az alapigazság mindegyikünk számára annyira tiszta és egyértelmű, hogy tudunk közösen haladni egy úton. Ehhez már csak az a fajta szakmai tudás praktikum kell, hogy a gondolat viszi a történetet, és mindig nagyon-nagyon fontos, hogy egy olyan fajta gondolat mentén dolgozzunk, amiben aztán az emóció, a dramaturgia, mindenféle szaktudás remekül tud párosulni, és ezért aztán mindenféle dolog születik. Az improvizációk, ami a Show folytatódikban történik, az is egy ilyen dolog, hogy annyira, amíg tudjuk, hogy miről improvizálunk, mi a vezérfonal, addig nagyon nehéz eltérni tőle és rossz irányba menni. Akkor, amikor az ember nem eléggé tudja a dolgot, akkor nem tud lubickolni, mert ha nem eléggé tudja, és akkor kiterjeszti a szárnyait, akkor már rossz irányba kezd el menni. Na ezt kell, ilyenkor kell a színésszel leülni, beszélgetni, rendbe tenni. Éppen ma is egy ilyen dolgot csináltam a próbán. Leültünk, és újra átbeszéltünk dolgokat, pontosan azért, mert úgy láttam, hogy rossz irányba megy valami, és helyre lett téve, és abban a pillanatban elindul az improvizáció, és remek játék alakult ki. Úgyhogy meg fog újulni ez az előadás is egy picit. Ezt bánni is kell tudni a színészekkel, felszabadítani őket. Mivel a következő bejátszásunk a Show folytatódik lesz, egy kicsit annyit mondjunk el, hogy a következő bejátszás már egy kicsit barátibban. Igen. Fogadjuk. Igen. Szóval a Show folytatódik, ennek az alcíme az, hogy egy 18 éves roma fiatalember viszontagságos bukdácsolása Budapesten. Ez egy interaktív játék, a közönség szavazatokkal véleményezheti azt, hogy ez a fiú, a főhős éppen albérletet keressen, vagy a rokonoknál keressen szállást. Ha mikor egy atrocitás éri, akkor húzza be fülét, farkát, és somfordáljon el, vagy éppen álljon ki magáért, és védje meg a véleményét. De ezt ki mondja meg? A közönség véleményez, zöld és piros kártyákkal, van egy játékmester, aki megtanítja és megmutatja, hogy hogy van a szavazás, és a közönség pedig végig kíséri ennek a fiúnak a történetét. A történetek és a szituációk kialakításában, mint említettem, albérletkeresés, munkakeresés, vizsga egy iskolában, stb. Ebben már a játékban megbukott emberek, a bukottak társulata segíti. Hogy mi ez a játék? Ez olyan, mint egy televíziós show. Ez a fiú lelép a valamelyik pályaudvaron a vonatról Budapestre, és ott egy játék, egy show műsorban találja magát. Azt mondja neki a játékmester, fogadjuk a játékunk főhősét, Gyulát, megtapsolja a közönségbe, és azt mondja, hogy Gyula,
mennyi pénzzel érkeztél? Azt mondja, kaptam 150 ezer forintot, de sajnos már költöttem belőle 22-t. Mi is mit vettél belőle? Hát ezt a Nike cipőt. Hölgyeim és uraim, kis fejszámolás. Gyula 128 ezer ponttal érkezett a budapesti nagy döntőbe. És akkor elkezdődik, megtapsolják, fáradj be a titokszobába, mindjárt elkezdődik a történeted. És akkor először albérletbe menjen. Hölgyeim és uraim, rokonokhoz, hol legyen a szállása? Hogy találjon munkahelyet? És elindul egy ilyen kis játék, amiben nagyon sok buktató van. Hát nem árulom el, hogy ez most komédia vagy tragikomédia. Mindenképpen közelebb hozza hozzánk ezt a problémát, amitől, valljuk be őszintén, mi magunk is igyekszünk távol tartani magunkat, mert nem tudjuk a megoldást. Ez a darab sem tudja a megoldást. Nem a gyilkosságokról szól, hanem inkább arról, hogy hogyan nem köszönünk egymást. Hol rontjuk el? Az első találkozásnál, az a találkozás, szerencsés találkozás kell, hogy legyen ahhoz, hogy abból valami kiburjánzon. És erről szól ez a misszió, ez egy missziónak egyébként a közepe, a show folytatódik, hogy emberek között szeretnénk a szerencsés találkozások számát növelni egyel és egyel. Akkor most nézzünk bele. Egy klip természetesen az előadásból. Már is érdekelne, hogy hol lehet találni olyan művészt, aki már művész, de mégis fiatal, aki képviselheti ezt a főszereplőt, és kit találtak rá? Hát nyilván nem könnyű dolog, amikor az ember egy társulatot állít össze, vagy egy szereposztást, komoly döntéseket kell hoznia, és persze kell az is, hogy legyenek partnerek ez a produkcióhoz, vagy éppen az adott produkcióhoz. Én ebben elég szerencsés vagyok, úgy érzem. Tehát, hogy a Karaván azért végül is egy olyan csapat lett, hogy nem ismeretlen a művészek számára a Karavánnak a neve, és általában szerencsére azt is tudják, hogy elég érdekes, izgalmas dolgokat csinálunk. Úgyhogy már ránk találnak azok az emberek, akik szeretnék. Elmondom, hogy ki a főszereplő jelenleg. Igen. Ez a főszereplő egy 12 éve a Karaván Művészeti Alapítvány társulatába, tanuljájába és társulatába. Tehát ott nőtt fel. Itt nőtt föl. Ő azóta nagyon sok filmben forgatott, és most készül a Színház és Filmművészeti Egyetemre. Úgyhogy akkor még fiatal, nagyon? Most nagyon őról szól ez a történet. Uh-huh. De nem csak ő, hanem a bejátszásban volt egy másik fiú is, aki a bohócot játssza ebben a darabban, akinek szintén ez a története. Feljött vidékről, és próbálkozik, és próbál színész lenni, és nagyon nehéz dolga van. Ők igazából háttér nélkül, vagy azt mondom, hogy nagyon nem igazán támogató háttérrel, nem azért, otthonról megkapják persze a támogatást, hanem az anyagi helyzet azért nem olyan szerencsés, vagy a kapcsolatrendszer. Szóval nagyon-nagyon fontos, hogy ők nagyon akarják ezt a dolgot, és mindent megtegyenek érte, különben nem érvényesülnének. Uh-huh. A partnerek, az érdekes, hogy a színművészek, akikkel együtt játszunk, tehát a hivatásos Igen. színészek, többen is vannak, nagyon-nagyon szívesen vállalják ezt a fajta dolgot, és éppen az egyik színésznő kollega
múltkor egy telefonbeszélgetésen volt valaki, és hallom, hogy valaki nagyon-nagyon boldogan, szinte viháncolva, kacagva, nagyon örül valaminek. És akkor mondom neki, hogy kaptál egy filmszerepet? Vagy nem, bekerültem a Karavánnak a másik előadásába. És akkor ettől volt boldog, mert tényleg a Manyamesékbe került egyébként bele, nem árulok el nagy titkot, és abban egy olyan szerepet, amit nagyon szeretett nézni, nagyon szerette volna, most éppen egy ilyen lekettőzés folyik, és szóval szerencsések vagyunk, és még egy nagyon fontos. Van olyan, amikor egy színész kerül perifériára. Éppen nem, jaj, nincs, de sokszor. Pont nincs. Olyan időket élünk. És nagyon érdekes, hogy a mi történetünkben, mert a Karaván történetét én nem tartom túlságosan sikertörténetnek, mert még mindig egy olyan csecsemő, ami 12 éve megszületett, és inkubálni kell, inkubátorban van. Nagyon nehéz. Jó, hát nagy feladatot tartani. Vállalt magára. Igen. Ez... De az egyéni történetek olyanok, hogy valaki bajba volt, jött a Karavánba játszani, játszott egy pár évet, aztán most a Madách Színházban játszik főszerepeket, vagy nagy szerepeket. És ez nagyon-nagyon fontos. És talán fordítva is ezért igaz, hogy a meglett művész meg örül, ha visszakerül egy ilyen közösségbe, egy barátságba, ahol nem csak a taposómalom van, hanem újat akarnak, próbálkoznak, megoldásokat keresnek, és közben segítenek bizonyos fiataloknak. Mondjuk akkor el, most már kétszer is szóba került a Banyamesék, hogy hol lehet akkor legközelebb látni, vagy hányszor? Hát a Banyamesék az most október 28-án 10 óra 30 perckor az Arany 10 kulturális kultúrházban lesz látható. Ez az ötödik kerületben található, az Arany János utca végül is végig megy le a Dunaparttól igen, közel a Duna. Igen, és a show folytatódik pedig 30-án 19 órakor, és mind a kettőre egyébként vannak még tiszteletjegyek is. Tehát úgy értem ezt, hogy mindig, mivel hogy színházba szeretnénk csábítani az embereket, mindig meghatározott számú 10-15 tiszteletjegyet direkt létrehozunk, azért, hogy akik először éppen jelentkeznek, vagy jelzik, hogy nekik nincs most annyi pénzük, vagy úti költségre költenék, mert vidékről jönnek, akkor gyakran, hogyha megkeresnek minket, akkor tudunk egy-két tiszteletjegyet is adni még. Ez azt jelenti, hogy esetleg a nézőink közül is, hogyha valaki szeretne, akkor esetleg van valami hát, feladat, vagy pedig egyszerűen... Hát én valamit nem fogok többször elmondani, ez az, hogy hány éve működünk. Jó. És hogyha ezt elmondja, most... betelefonál és elmondja, és ő megválaszolja, akkor természetesen arra az előadásra, amikre szívesen jönne, kettő jegyet biztosítanánk neki. Tehát akkor, kedves nézőink, lehet telefonálni még ebben az adásban, de mivel ismétléseink is vannak, én azt mondom, hogy aki ezen a héten telefonál, és jó választ mond, akkor, hát ha többen vannak, akkor azok között kisorsoljuk, ha kevesen vannak, akkor majd megkérdezzük Oszkárt, hogy van-e valami mód, hogy esetleg több szerencsés megfejtő is legyen. Én ezt majd akkor rád bízom, majd mondunk olyan telefonszámot, ahol el lehet érni Oszkárt is. Tehát akkor a kérdés az, hogy hány éve van Karaván Színház? Illetve a Karaván Művészeti Alapítványként. Igen, bocsánat, nem most leegyszerűsítettük. Művészeti alapítvány voltunk. Akkor a teljes neve Karaván Művészeti Alapítvány. Hány éve létezik? Aki ezt megmondja, én mondok benti telefonszámot, 269-03-86, akár még most ránk lehet telefonálni, de ha ez nem sikerülne, akkor mondjunk tőled egy telefonszámot. Igen, ez a 867-38-04. Illetve az e-mail címünkön egyébként, hogyha... Gondolom, hogy ha a Karaván Színházat beütik, akkor a... Karaván Művészeti Alapítvány beütik, akkor biztos. Biztos, hogy megtalálják. De én elismétlem még egyszer a telefont, mert tudom, hogy mindenki szereti a gyorsaságot. Tehát 30-as, 867, 3804, 30-as, 867, 3804. Igen. És akkor közvetlen Oszkár térik el a helyes megfejtéssel, ha pedig megszoktak engem, akkor nyugodtan lehet hívni a műsor telefonszámát 0620
0629-340-330. Biztos, hogy valahol a három telefonvonal végén találkozunk. És akkor még mindig egy csomó kérdés merült föl bennünk, hiszen van még a tűzpiros virág, amiről ígértük, hogy beszélni fogunk, meg hogy vannak-e tervek, újdonságok? Hát igen, amiről az imént beszéltem, tehát egy Csongor és Tünde beavató színházat szeretnénk csinálni, ezt kifejezetten annak a korosztálynak, akiknek kötelező olvasmány a Csongor és Tünde, és szívesen megnéznék mondjuk egy rendhagyó irodalomóra keretében. Úgy értem ezt, hogy szeretnénk megtartani és megőrizni azt a fajta mondani valót, és magát az előadást azért mégis egy picit annyira összetömöríteni, hogy beleférjen egy összevont irodalomórába, tehát egy másfél órás történetbe, ugyanakkor közben, előtte és utána különböző titkokat, kulisszatitkokat, vagy éppen dramaturgiai titkokat áruljunk el, vagy éppen közösen fejtsünk meg. Ez az előadás tehát mindenképpen a színház arról kell, hogy miközben arról szól, hogy a Vörösmarty Csongor és Tündéről szól, hogy valójában mi a színház, hogyan lehet a színházzal kapcsolatba kerülni, mik a jelek, mik azok a játékszabályok, amiket egy hagyományos színház hordoz, és miben különbözik a mi előadásunk ettől, mert különbözni fog, mert szeretnénk újító dolgokat is bemutatni. Tehát az, hogy a függöny hogy néz ki belülről, hogy ahogy szétmegy, lassan mi a kezdőként. Már a függöny is kulisszatitok lesz, hiszen felnőtt egy generáció, ritkán. Hogy nem látott függönyt a színházban. Hát mi elhatároztuk, hogyha utazó színházat csinálunk ebből valamikor egyszer, akkor a díszletnek része lesz egy széthúzható függöny. Úgyhogy mindenképpen titkokat szeretnénk elárulni, és szintén ugyanúgy, hogy akik ezt az előadást megnézik, ne csak a Csongor és Tünde történetét, mondani valóját, szépségeit, irodalmi szépségeit ismerjék meg, vagy azt, hogy hogyan kell ezt interpretálni, hanem azt is, hogy egy színház ezt hogyan alkalmazza színpadra, milyen elvárások vannak, hogy tényleg egy olyan élményben legyen része, hogy akarjon újra és újra a színházba eljönni. Hordozza azt a titkot, kapjon valamit és olyan csemegét belőle, ami azt mondja, hogy ezt tényleg csak a színházban lehet megkapni. Így van, megérezze, hogy mi a különbség ott lenni valahol, igen, megszagolni a kis poros bársony függöny, vagy a számítógép előtt ülni. Hát nem mindegy. Hát igen, nem akarok korszerűtlen lenni, mi is szeretjük a számítógépet, tehát miközben úgy mondom én is, hogy tele vagyok mindenféle kütyükkel, és ugye használjuk is a számítógépet, de tudni kell azt, hogy emellett van sok minden más is, amit ismerni kell, muszáj, és meg kell tapasztalni valóban, hogy a különbséget ismerjék, és ezáltal a különbség ismerés által lehessen fejlődni. Akkor annyi időnk maradt, hogy egy kicsit beszéljünk még a tűzpiros virágról. Elkezdte mondani, hogy minek is a meséje a tűzpiros virág. Hát igen, ez egy nagyon csodálatos mese. Valamikor a 70-es években volt belőle egyébként egy film, ezt sokak ismerhetik, akik ezt látták. És ugye akkor még nem volt a Szépség és a Szörnyeteg Walt Disney mese, illetve az, amit mi ismerünk, nem? Mert ez az alapja ennek a Szépség és a Szörnyeteg című mesének, ami a köztudatban sokkal inkább benne van. De abban a mesében is ott van a virág. Hogyha jól visszaidézi az ember, tényleg ott van a Szépség és a Szörnyetegben egy piros virág. Hát ez egy orosz mese, arról szól, hogy van három testvér, és a három testvér kívánhat az édesapjuktól valamit, hogy mit szeretnének. Az egyik milyen csillogó-villogó dolgot, a másik egy milyen csillogó-villogó értékes dolgot szeretne, és a legkisebb lány egy tűzpiros virágot. Na ebből indul minden kalamaika. Már is megnézzük ezt a filmet. Egyetlen egy mondat, ha valaki nyári Oscart, mint színész szeretné látni, miben láthat most? Hát most a Kaposvári Színházban, a Helység Kalapácsában játszom a Fejenagyot, tehát a Kalapácsot, a Szép Helena című operettben Agamemnont játszom, aztán az Anconai Szerelmesekben a Tomao Nikomakót, Portugálban Csipeszt, sok mindent is. Hát, nagyon gazdag és sűrű az az élet, amit nyári Oszkár most végigél.
Ha tehetik, menjenek le Kaposvárra, és most pedig nézzünk bele egy kicsit a Tűzpiros virág című előadásba. Messzire utazom, országokon keresztül, hegyeken át, a tengert átszeli majd hajónk, egy gondolatban mindig itt leszek véletek. Mióta édesanyátok meghalt, Dada gondoskodik rólatok, se felől nyugodt vagyok. Lánykáim, viseljétek jól magatokat, éljetek békében, megértésben, segítsétek egymást és Dadátokat. Én pedig olyan ajándékot hozok nektek, amilyet csak kívántok, hajlom! Legkisebb lányom, mit kívánsz? Tűzpiros virágot. Tűzpiros virágot? Igen. Álmomban látom, hogy van egy tűzpiros virág, a legszebb a földön. Ez ott lám a szívem, egyetlen vágyom. Jaj, más egyen. Nehéz munkát bíztál rám. Nehezebbet, mint a nénéjét. Mert aki tudja, mit keres, az megtalálja. De én hogyan találjam meg azt, amit álmodtál? Hol keresem? Kitől vegyem meg? Ez senki nem tud róla. Megígérem, hogy mindent elkövetek, felkutatom és elhozom neked, ha ez a szíved vágya. Jaj, aztán még soha nem lett valaki ilyennek. Iván, hogy álljak mása elé a tűzpiros virág nélkül? Milyen csodálatos. Ivanuska, most már hazamehetünk! Ember! Mit tettél? Hogy merted letézni legféltettebb kincsemet? Hatalmatban vagyok. Hitlen nem akartam, én nem tudtam. Fogadd el árumat, vedd el minden pénzemet! Ne kell hívvány pénzed! Sem ócska portékát! Imádkozz! Tehát nem akartam rosszat! A tűzpiros virágot más enyikám! Más? Igen, másra. Az én legkisebb lányom kérte tőlem, mert ez a szíve vágya! Ne fecsenj! Imádkozz! Három lány vár oda haza engem! Mióta eljöttem, azt lesik, mikor térek vissza! Lány... Igen, Ánya, Olga a legidősebb, Ánya középső, a legkisebb. Más enyikot. Könyörgök. Könyör lesz hozzájuk, hogy elbúcsúzom tőlük. Utoljára megöleljem őket, és aztán visszatérek hozzád. Nem várom! Adok egy napot! És ha egyik lányod megsajnál tenni, és eljöhetek, élhetsz tovább! Ha nem, nincs nekem, és ne feled, a halál előtt nem menekülhetsz! Hogy egyik lányomat küldjem magam helyett? Hogy kérhetsz ilyet? Kivennek, mint a három drága. Pusztíts el! Itt van! Ne! Ne! Itt a tűzpiros virág. Látom, te vagy? Jól látod, Iván, én is hazatértem. Meglelek? Mind a kettő? Ébren vagyok, vagy álmodom? Te jó ég! Én a Gasztám! Gasztám, ha te tudnád, miért gyorsan hazakerültem, nem hittem el, mert annak a szörnyben... Ne fecsegj már, Iván! Badarságokat beszél. Már nem emlékszik. Gasztám, nézzel! Itt van a libacom! Meg ott az a bajkeverő virág is. Csak azt nem értem, hogy maga aztán hogy menekült meg. Eltetszett szökni, vagy a rém mentén... Most már elég! Egy szót sem hallottam, tehát nézz utána, rakom el, csutakond a lavagat! Édesapám! Miféle rém? Egy rémmel találkoztál? Bántott téged! Merre jártál, és hogy jutottál haza? Tűzpiros virág hozott haza engem, hármat súhintottam, s kéne röpített. Köszönöm. Apácskám, valamit elhívt hozzá.
Mi nyomja a lelket? Könyörögve kérlek, mondd el! Nem másik a szó előre érejnek.